Ezek a felvételek még a felkészülés során készültek, a bajaiak heteken át edzettek a hat ország összesen 26 egyesületét felvonultató szegedi megméretés előtt. Major Tamás évek óta visszatérő vendégnek számít az Advent kupán, amit immáron a 9. alkalommal rendeztek meg. Ráadásul már az egymást követő 4. évben kérik fel a bajai mestert a főbírói szerepkör ellátására is, így kettős feladata volt a klubvezetőnek. Az idén 6 sportolónk nevezett a nemzetközi versenyre, és valamennyien remekeltek a tatamin. Volt újdonsült debütáló versenyzőm, aki első versenyén egy bronzéremmel kezdett, tehát nagyon szép volt, ügyes volt, megdicsértük. Viszont volt olyan versenyzőm, Hugom, aki hosszú kihagyás után most ismét megmérettette magát, és a legszebb éremmel egy arannyal jött haza. A bajaiak közül tehát Major Nóra egy aranyat, Kákonyi Adrien 2 ezüstöt, Isic Edina 1 ezüstöt és 1 bronzot, Kormányos Csongor és Kákonyi Szabolcs pedig 1-1 bronzérmet nyert Szegeden. Major Tamás hozzátette, egyedül Hepe Balázs miatt bánkódik egy kicsit, aki egy vitatható bírói döntésnek köszönhetően lemaradt a dobogóról. A verseny után a karatékák közül néhányan téli pihenőre mentek, míg a kisebbek számára még egy öbb vizsga van hátra az évből.